Közel 90 bográcsban főtt tegnap délután a halászlé a Törökbecsei Tiszaparton. A csapatok a kánikula ellenére mindent beleadtak, hogy a zsűri kóstolása után ott legyenek a legjobbak között. A Nagy Boldogasszony napok keretében megszervezett főzőversenyen évek óta részt vesz a törökbecsei fekete macska férfi csapata. Kétszer már nyertek is. Voda, riba, szó, paprika, luk. Itt to. Nema ništa, nikakve gluposti, ništa posle, izmišljanje, pre ni posle. Zna se koji odnos, čega, koga, to je to. A rendezvény tegnap délután kezdődött a Tisza mellett felállított mezőgazdasági gépeket bemutató vásárral, a kézműves Sörök utcája és a népművészeti bazár megnyitásával, ahol kézműves termékeket és kézi munkákat is árultak a standokon. A gerontológiai központ keretében működő napraforgó kézimunka csoport tagja is elhozták a munkáikat a rendezvényre. Nagyon jó, hogy csinálják, mert egyes embereknek bevételt is jelent. Hát nekünk meg egyszerűen megjelenünk, hogy tudják, hogy itt vagyunk. A törökbecsei nagyboldogasszony napokra sokan érkeznek a környékről és külföldről is. A törökbecsei származású Becsei Melinda a családjával épp most utazott haza Svédországból, és kijöttek a rendezvényre is. Végignézni ezt, tehát az egész társadalmi fejlődést, ahol mi a turizmust, ugyanakkor ezeket a szép vásárlási lehetőségeket, meg ezt a kézműves dolgokat, amiket kiállítanak. Tegnap este Kovács Gyuszi és zenekara lépett fel a Tiszaparton felállított szabadtéri színpadon. Rendesen a húrok közé csaptak a zenészek, meg is alapozták a jó hangulatot. Két héttel ezelőtt zenéltünk sörnapokon Becskereken, Zrenjaninban, úgyhogy hát járunk sok fesztiválon, de hát itten, itthon, ilyen nagy színpadon tényleg nagyon, nagyon szép. Ma este a Party Breakers, a SARS és a Senida fellépésével folytatódnak a programok Törökbecsén. Holnap Jelena Carleusa és Áca Lukasz koncertje után éjfélkor tűzi játékkal zárul a rendezvény.